A Big Box kiadásban található egy Élet célok nevű mini kiegészítő, ami a legjobb tudomásom szerint az alapjátékban a kikötő kiegészítőben volt benne. A lényeg annyi, hogy ez a kiegészítő a bal oldalon látható 9 darab ezüst színű, illetve jobb oldalon látható 10 darab arany színű életszerkártyából fog állni. Az előkészületek az alapjátéknak, illetve a kiegészítőknek a szabályai szerint zajlik. Egyetlen egy dologra kell itt majd figyelni, hogy olyan esetben, hogyha meghatároztátok, hogy milyen kiegészítőkkel fogtok játszani, akkor annak megfelelően meg kell nézni, hogy milyen ikonnal vannak ellátva ezek az életcél kártyák. Ezek jelzik, hogy milyen kiegészítő használata vagy nem használata esetén lehet használni az adott kártyát. Ennek megfelelően kell azokat a kártyákat kérni, tehát ha mondjuk nincs a fogadó kiegészítő ez a kártya nem használható, vagy ha játszik a kikötő akkor pedig ez nem használható. Mindezt leszámítva pedig, hogyha ki vannak véve, vagy be vannak hagyva a megfelelő kártyák, akkor egész egyszerűen csak annyit kell csinálni, hogy minden játékos fog kapni egy ezüst, illetve egy arany színű célkártyát. Ezt az adott játékos bármikor megnézheti, viszont a többi játékos előtt rejtve van. Az életszél a működése végtelen egyszerű, és ugyanúgy fog zajlani mindkettő esetében, függetlenül attól, hogy ezüst vagy pedig arany életszél van szó. A szín az igazándiból csak a teljesítési nehézséget jelenti. A jobb oldalon látható a feltétel az adott célnál, amit teljesíteni kell, bal pedig az látható, hogy mennyi győzelmi pont fog járni a cél teljesítéséért. Fontos, hogyha valaki ezt teljesítette, akkor azonnal bármikor a felfordítja, Az életszer a működése az végtelen egyszerű lesz, és ugyanúgy fog működni, függetlenül attól, hogy ezüst vagy pedig arany életszer van szó. A jobb oldalon látható a feltétel, amit teljesíteni kell az adott életcél esetében, bal oldalt pedig a jutalom, tehát a győzelmi pont, amit meg lehet szerezni. Ha teljesítette egy életcélt, akkor ezt egész egyszerűen tedd vissza a játék dobozába, olyat viszont már nem fogsz a helyre húzni. Ezek az életcélok tehát egész egyszerűen csak plusz lehetőséget akarnak adni a játékosnak, hogy győzelmi pontot szerezzenek. Ha a játék végeztével, hogyha maradt teljesítetlen élet célod, akkor azért nem fog semmiféle büntetést kapni.